Ajaj. Lövések az utcán. Másik oldal. Zoli szerből csak iszkos, de nem bírt lenni. Beljebb ugye. Látom. Pedig kár volt, mert nem látott. Most Zolika lehet, hogy le tudja szedni kisztolost, mert van rálátása. És le is szedte. Jó. Ez mondjuk szép volt. Szép, szép lövés. Tiszta. Ez szép volt. Egyetlen egy lövés. És kampeca. Aha, biztosra akar menni, de hát kiírta, hogy meg ha csak ő. Igen, nyilván nem tudja, hogy ő az. Aha, nem tudja, hogy ő az. Jó, megint mínusz két játékos. Hát Zolika is egyedül maradt. Ó. Most mi történt? Nem tudom. Te is azt látod, hogy így vízbe van? Aha. A dolog. Aha. Nem tudom mi ez. Szerintem a felület tart be. Nem a játék, maga, játék maga fut. Mert nem vált. Vauvaura akarok váltani, de nem vált. Jó, most helyre állt. Csak menj vissza, zárd be, azt kezdődre. Zolika közben lejön. Nagyon látom, vagy nem tudom mit csinál. Ja nem, annyira laggol a szerve, hogy úgy látszik, hogy leesik. Itt vannak a nézőpontjában. Hát én meg azt is lehetne, hogy oda teleportálsz az éve. Láthatatlanok. Hát igen. Akár. Lehet, hogy meg is teszem. Na, meglátjuk. Ó, a kutya talált lőszert a izéjébe. A dupla csövű. Az Zolika nagyon menne már. 9-re kell mennie. Hát még 8 sincs. 1 óra 20 perc van 9-ig. Addig szerintem lezavarjuk kétszer. Kutyához, ha jól látom, Wolverine közel van, úgyhogy remélem, hogy nem kiment a butuska fejével az asztalra megint, mert nagyon nem mozdul. Elvileg távolodik kutyától Wolverine. Hát most csináld, amit mondtam. Nem jöttél be, látod? Nem gondolkodom rajta, de lehet, lehet, hogy bemegyek. Felveszem. Én már bent vagyok. Úgy van.
Aki tudod mi a cél épület? Mely? Mi? Kávézó. Sarki kávézó. Aha, itt vagyok. És ha jöttünk volna, itt egy Lianfield. Simán belépettük volna. Látom. Egy van itt bent az asztalon, két maga. Lent is van. Próbálom így követni. Wolverine. Itt fut. Cél épület mellett. A lépteid zaját meghallhatja. Nem vagyok hozzá olyan közel. Na mi van Cross-szal? Aha, rálőttek. Lövik. El van ájulva. Van egy pár zombi is körülötte. Valószínű, valamelyik tetőről lőttek rá. Ahhoz képest még egész jó a vérszintje, 10877. Lövés. Valahonnan. Úgy látom, hogy nem Wolverine-re lőnek. Te is hallottad? Oh. Elvileg már csak azok a játékosok vannak, 60, meg 80 összesen. Ránézek megint Cross-ra, hogy mi újság vele. Még mindig. Ryan-ék még mindig az elmúlt. Cross-szal nem tudom, mi van, ilyen sokáig tartana a homok órája? Már nekem is volt egyszer-kétszer borzasztóan hosszú homokórám. De az a poén, hogy nem is verzik. Ja. Nézzük túlságosan, így, szerintem túlságosan fölfegyvereztem. És csak simán elálljunk. Azt mondod? Hát lehet, hogy túl sok súly van nála. Lehet, hogy mohó volt, amikor megtalálták a ládát. Ez lehet. Rócsnál nincs térkép.
ő lövöldözik revolverrel. Hú, most Zolikának megint újabb célpont. Fogykos a vele szemben lévő épnek. Mindjárt ránézünk Zolikára. Nem tudom, nincs lőszere vagy nem lát. Elvileg azt mondta, hogy van még lőszer. Aha, 7 golyó mindenképpen van még a Lienfieldhez. Nem tudom, miért nem lőtt. Ránézek Fogykosra. Na? És valaki vagy ide lőtt? Én nem látok rá. Lent kifutkorászik. Wolverine szerintem őt szúrták ki. Onnan a saroktól nem látja a másik épületet, ahogy belenézett a tápcsőbe lehet látni. Szerintem ő belső nézőből nézik. Nem tudom, lehet. Ránézek Wolverine-re, mert látta az előbb Fogykos Wolverine-t, ahogy húzott maga után egy elég nagy zombi csordát. Itt fut az industriál épületek tövében. Nem tudom, hogy most már, vagy bizony nem lőtt Zoli. Lehet, hogy annyira menne már, hogy nem lát, nem hol. Oda néz mindig. Pedig oda néz tápcsővel, csak nem látja a kapcsolat. Ránézünk kutyusra, mert már régen valami baja is van. Kúszik. És úgy látom, hogy a kávézónál van. Viszont... Ott van a CD épület? Nem. Nem, egy másik kávézóban van, de közel van a CD épülethez. És nincs a közelében senki sem. Úgyhogy most elég nagy biztonságban van. Hát ha a lépcsőfordulót be tudja kempelni, úgyhogy oda hasonlóan. Aha, csak... másik épületben van, másik kávézóban. Az baj. Itt vannak egymástól 100 méterre sincsenek. Zoli van meg, hogy korol. Igen, és Wolverine is ott van lent. Azt nem tudom, hogy miért nem lőnek egymással. Azt nem tudom én is, de inkább azt figyelem én is most. Őket figyelem, nem a kutyust. Bocsi. Semmi baj. Ugyanis sem sincs, miért nem lő. Wolverine lefejeli a falat. Érdekes, biztos laggol vagy nem tudom. Aha, kimászna a sarokra, simán lő. Ott áll a csávó, izé, hogy ilyen kérdele, ez nem távolság. Nem, hát. Lövésem sincs. Nem hiszem el, hogy nem látja. Elvileg te úgy látod, ahogy ő nézi, nem? Na, de. Hát akkor meg látnia kell. Nem tudom, hogy mit tényleg. Most nem is arra felé néz. Cross meg. Most már nem, Cross még mindig áll jól. Ott van mellette Dog. Igen, meg is nézem, hogy... Vagy megnézed őket? Na, nézem.
Jó, barátok, itt van Crossnál. Cross tuti kapcsolatban. Na? Szerintem mondta neki, hogy logoljon ki. Alihó. Szia. Alihó. Ki estetek? Ki? Mi is? Igen, pont téged néztelek izébe. Rohadt nagy... Kamerából, amikor lelőttek. Rohadt nagy a izé. Alig volt, hogy 10 FPS-em. 10-15 FPS-em volt kb. Szóval aztán úgy... Próbáltam volna a fegyvert ott beadni, de akármelyikre mentem, nem izét be. Tehát meg a izét, azt bedobta. Aztán ott valamelyik gépfegyverre rányomtam, nem izét, tehát feljebb 20 és akkor lőtek oldalba. Na most talán észrevette Zolik a fogykost. Észrevette? Bár nem biztos, hát nem csinál semmit. Egyébként script mi most is tökéletes rálátás. Micsoda? Nagyot mentünk Dokival. Oh, ja. De... Tényleg jó volt. Ja, majd megyünk legközelebb is együtt. Amúgy ott az volt a gond, hogy kurvára nem volt FPS-ünk Janusszal. A zombit akartam meglelni, hogy Janusz találtam el. Napok óta az is van, egy én nem tudom, volt. Mert ajánlani fogom Janusznak esetleg azt, hogy... Mert én úgy tudom, azt mondtam... Nem. Hogy, a Csernó meg Elektro, a városban nincs FPS-em. De magán a szerverrel meg... is gond van, mert folyamatosan piros díszünk, meg olyan lagok vannak, hogy hihetetlen, és nem csak a két nagy városban. Hanem egyébként hát is. Doki Halla például az én videómban, az teljes mértékben lagnak köszönhető. Ugyanis Doki lőtt, a csávó meg ütött a baltával, de már Doki rég nem volt ott, mégis leütött a Doki. Tehát elég kurán néz az egész akció. Igen, mert én visszahátráltam közben. Scripten sörétsel egy embert még soha nem öltem. Szép volt, Moldi lelőtt hármat. Három embert. Az fasza. Nagyon ügyes. Hát egy csapatot teljesen kiirtottam, meg egyet. Az kurva messzire volt, nem gondoltam, hogy beledől. Akira izébe, fölmentek sniperolni. Egy lövéssel kiszedte. Egy nagyon tiszta, nagyon szép lövéssel. Az volt a gond, csak hogy nekünk is Janusszal ilyen fieldünk volt, lehet azzal ölni, csak akkora FPS, mert alapból nincs valami sok, 30-35 az már a jobbik eset, de itt a felére csökkent, 10-15, az úgy meg már jártam. Ahogy beértünk Csernóba, leszülettek a zombik, halál. Kb. Ez volt. Hát a kikötőbe menekültünk, ami kiderült, hogy végül eltűnt onnan a láda, mert ott volt, csak mikor mi arra szaladtunk, akkor eltűnt, aztán Dog lerakta újra. És akkor szaladtam oda hozzá. És akkor öltek meg téged. Uh-huh. Jaj, ezt akartam meg... mondani, hogy Janusznak, mert Janusz állítólag írt már a supportnak, hogy csináljanak valamit ezzel a folyamatos laggal. Hát tegnap valamit csináltak, mert hát megszömmel. Hát majd ajánlom neki, hogy nem tudom, hogy miben gondolkodott ezzel kapcsolatban. Talán lehet, hogy érdemesebb poszt. Lenne egy másik. Igen. Egy másik. Mert ez így... Doki. Tess. Doki egy észrevétel. Nézd már, Doki. Hogy került rá Gideru? Kire? Zolika. Én nem tudom, lehet, már másodszor csinálta ezt, hogy ott volt a izén. A tetőn, és egyszer csak átváltott. Ruhát váltott. Lehet, igen, hogy elpakolt, nem? Az lehet. Hát az is lehet, hogy elpakolt párat, aztán azt cserélgeti. És ez teljesen kiakasztja ezt a Spector módot. Igen. Spectator. Nem tudom. Hát legközelebb autóverseny lesz jövő hét szombaton. Szóval fasza lesz.
Remélheted, ja. FPS-em is lesz aztán. Meg SUV verseny lesz, én azt hallottam. Azt csiripelték a madarat. Az jó hangzik. Fasza. Tehát minden azonos típusú és tudású gépjárművel, és ez valószínűleg a SUV lesz. Más színbe. Színes csapatok lesznek. Ugye egész a rózsaszíntől a fekete tett mintásig van minden szín. Hát igen, de lesznek azonos csapatok, mert annyi kocsi nincs, mert ha most is lesznek 10 fő, akkor azt hiszem 5 vagy 6 fajta van. Vagy mondjuk a két fős, akkor igen. De hát kocsi verseny az úgy lenne az igazi, hogy egy-egy ember, hogy minél többen legyenek. Hát. De az úgy, itt azon múlik, hogy hányan jönnek, mert hogyha kevesen, akkor inkább egy-egy fő. Mert úgy tényleg jobb. Hát de látod, ez is jó, sőt legalább is én nagyon élveztem. Hát, az volt a gond, hogy nekem az FPS-em az semmi lett itt. Az így élvezhetetlen bele, itt átment nekünk Janusszal aztán. Aha, észrevette Wolverine-t, Zotya. Wolverine Zeon. Na de visszamegyek dogékhoz, nem zavarok. Nem zavarta. Na, nem annak hello. Ideje, nem annak ideje, hogy átmenj, hanem annak, hogy észrevette Wolverine. Négyes fére. Aha, nézem is. Mert hülyén hangzott, de... Aha, lövi. Lövi. Viszont tüzet is kap. Igen, dobálja a smoke gránátot. Nem mint hogyha bármit érne vele. Hm. No, hát elért, hogy több ilyen kocs fölfele. Ja. Most Kroszt én látom innen. Persze én tudom, hogy hol van. Hol kéne figyelje. Hopp! Wolverine-t lövik. Kutya is megtorpant. Majdnem megvolt. Viszont ez most nem Lee Enfield lövés volt. Nem. Nem valószínű Ryan-ék, nem? Másik irányból, talán. Nem tudom, ránézek Ryan-re. Hát ott nem hiszem. Onnan, ahol van éppen, onnan biztos, hogy nincs oda rálátása. Vagy fogykos lehetett még, igen, azt megtakarja az épület. Roach esetleg. Ő is azt hiszem kempel valahol. Már legutóbb, amikor láttam nála, izé volt a shotgun, amit tőled elszerett. Flare dobál. Itt van a kórháznál, nem? Ez a másik kórház? Wolverine-t kilőtték, vagy mi történt vele?
Összes leállt a kép. Jó. Ez a Zolika, dombos csávó. Piros disznik, ah, de jó. Tudtam, kutya most egyébként szélét, hogy nem. Nem, nem ott van. Nincs messze tőle, de nem ott van. Nem hiszem el, hogy az Olika nem tudja kilőni ízét. Fogykost. Olyan szinten van szem előtt neki egyébként, megnézem, hogy melyik irányban néz az Olika. Igen, még mindig Wolverine irányába néz, de hát ő meghalt. Csak ő nyilván ezt nem tudja. Aha. A Liam fieldjéből kifogyott az ammó. Oké, okay, dog. Kicsit mozgásba hozza a dolgokat. A Zolika meg is indult lefelé. Fogykos, hogyha most pod nem jó felé néz. Akkor meg ha felállna, akkor lekaphatná Zolikát. Simán. Olyan tiszta célpont lenne neki, hogy hihetetlen. Ha már lent van, Fogykos el rontotta az esélyét sajnos. Na most már hiába néz, pont jókor néz arra felé. Öcsém, amikor létrán mászik lefelé, akkor annyira védhetetlen, annyira kiszolgáltatott, akkor kellett volna. Csak hát nem vette észre. User joined your channel. Jó lesz, Doki. Jó, tökéletes. Ezek így a végtelenséggel vasalni. Én is azért írtam be, hogy ha nincs lőszered, akkor menjél útoljá. Hogy valami mozgás legyen már. Faszom játék, Dog. Hát, faszom, ez is bazd meg. Tudom ki van az egész. Mi van? Olyan mondom, hát ez fasz a játék szerinted, ez? Melyik? Hát ez, amit most csináltunk. Hát most jó, ez nem fasz. Én a sajátomra gondoltam. Én meg Doki nagyot mentünk. Hát az odáig rendben van, bazd meg, de most az én szögemből, amit én láttam, az, hogy világosan el lett mondva, még le is írtam, bazd meg, hogy a magas feszültségű vezeték a határ, erre fő még elektróba is voltak, bazd meg.
Ja, hát jó, hát jó. Ez az nem... egyik, a másik a host része. Hogy hát az látod, borzasztó. Hogy mit csináltál, az katasztrófa. Azt mondani fogom szerintem Jarusznak, hogy lehet, hogy másikhoz kéne menni, másik hosthoz. Nem is az, nem biztos, hogy az, mert tudjuk, hogy Csernó az ilyen gané. De nem csak Csernóban van ez már pár napja, amit művel. Hát nem tudom. Nem tudom, de... Even közben lettem tájékoztatva, hogy hát jó lenne, hogyha legközelebb nem Csernóba csinálnánk, mert nagyon laggol. Hát én honnan tudjam, az nekem nem laggolt eddig, Csernó. De én tényleg nem értem, tehát ennyire nem olvassák a... Azt mondja, a szájcsebben be van írva ráadásul a részedről, aki az egészet lebonyolítja. Ne, hát most figyelj, most 6 órakor volt megírva a gyülekezés kezdete, Ryan meg Dom beesett 6:30. Mikor már elméletileg kezdenünk kellett volna. Ez egy Roach-sal mi történt az elején? Roach az bellé lépett szerintem valaminek, azért raktam vissza, mert egy percen belül halt meg. Nem azért. Nekem lövésem nem volt, hogy került oda, hogy engem lelőjön, mikor az elején meghalt. Nem tudtuk Tokival, hogy most mi van. De aztán megbeszéltük, hogy valószínű rosszul léphetett ott a dombon. Voltak ilyen anomáliák Tyánál is, meg egy-két játékosnál is, azok még kaptak instant izét lábtörés ellen, hogy ne kúszák végre. Csávóba az meg, melyik elkezdett így forogva, hemperögve elindulni Csernó fele. Hát most erről nem tehet bazd meg. Szerintem. Ja. Ja. Persze. Mert nem a hegyről esett le, hanem már lent futott a mezőn, mikor eltört a lába. Nem, de egyébként, tehát nekem nem szokott laggolni, de voltak olyan lagok, hogy hihetetlen. Tehát én lelőttem a csávót, azt elfutott az épület másik oldalára meghalni. Ez komoly. De a videómban az is látszik, hogy én lövöm, háromszor is rálövök, mind a három lövedék talál, valószínűleg már nem is volt ott rég. Azt amottan álltam meg a hulláját hát. De Moldi jó volt, Dokinak nagyon hármat Dokinak lőtt a halála, ki. Dokinak a halála az úgy szintén lagból, a csávó ütött egyet a levegőbe baltával, legalábbis én azt mondom, Doki meg összecsukott. Igen. Egyébként ott ütköztünk a gyilkosod. Mondta is, hogy sajnálja, hogy szétcsapta a fejed baltával. Kicsoda? Nem. Csak a hangját hallottam. Ja, hát azt a csapatot én akkor le is nulláztam. Igen, Moldi ott kinyírta mind a kettőt, meg egy pár perccel rá egy másikat. Úgyhogy hármat lőtt ki Moldi, jó volt nagyon. Sörényel? Igen, igen. Büszke vagyok magamra. Ez már egy fél Bioshock infinitációs játék. Igen. Akkorát teljesítettem. Igen. Ja, egyébként, Dog, ez amivel nézed a játékosokat, ez ha valaki átöltözik, szarik, mint az áll. Igen. És ez a Zolika, ez folyamatosan átöltözget, mert tele van a ruhával a izé, és nem tudok visszalépni. F5? Semmivel nem tudok. De várjál, mert Zolika, az még nálam mindig ugyanabb ruhában van. Kétszer utazott át Gilibe. Igen. Tehát neki van egy Gili ruhája valószínűleg a táskában. Mert most Gilibe utazott vissza. De nem az. Nem azt mondom, hanem van konkrét egy... Rócs jön. Történt. Zolikát leszették. Megint erről maradok le. Egyébként Doki, rájöttem, Zolika együtt játszik abban a csávóval vele szembe az épületen, mert a háta mögött szedte fel a lőszer. Hogy kossa? Hát de... Nem a... Izével, a Danikával, vagy kivel játszott? De, azzal játszott, addig meg nem halt. Most már nyilván fogykossal, mert nem lőttek egymásra, ez nekem rögzített videóanyag. Hát nekem is. Összette, hát de teljesen hol? Nem egy szobában van minden. Cross is meg. Teljesen mindegy, röködni tudják egymást, mert nem lőnek egymásra, én azt vettem észre. Nem lőtték egymást, pedig biztos, hogy látták egymást, legalábbis Zolika látta az izét. Ugye Csokra nem mentek vele, mert úgy látom, ennek a csávónak szarrá van törve a lába. A másikat meg most lőtték ki, tehát Csokra nem mentek. Kutya a célépületben van. Figyeli a bejáratot, Roach közeledik, Fogykos meg még mindig az industriál környékén van. Nagyon bízok kutyába, hogy most már itt bekempeli ezt a lépcsőfordulót, azt nem engedi debesény. Én is. A geci. Kutya benn van a célban? Kutyában van minden reményem, ott van bent, igen. Nézi a bejáratot.
Dupla csövű shotgunnal. 20-ba tette meg az egész utatok, ha hiszed, ha nem. Én segítettem neki egyszer, azt mert tudom, azt írta, hogy ezért el van törve a lába, aztán mondták rá, hogy ezért, hogy leesett a bánba. Mondom, hát mindegy, nem tudom eltörni vissza a lábát, de akkor végig húzta úgy, hogy jó volt a lába. De ő egyébként húzott végig, tehát ez Doki is itt van bizonyíték, mert sokszor figyeltük. És igen, igen jó játszott, mert Zolikát kétszer körbe húzta, és nem vette észre. Ja. Onnan az industriál tetejére. Fogykos és Raucs megint nem mozognak. Ryanek jönnek még? Igen. Hát ők végig Ryanek, az izébe vannak az erdőben. Ryanek még be sem jöttek a városba. Legalábbis én nem tudok róla. Akkor Roach, Fogykos, Kutya, Ryan meg Don él még. Igen. Meg Cross, nem? Nem. Nem, most halt meg az előbb. Ja, azt nem láttam. Valószínűleg baszakott meg a szarra. Egyébként a ládák azok a városon kívül volt ládák? Nem. Az még egy ilyen fasság, ami fölbaszta az egyem. Megyek pipilni egyet, perc és leszek. És igen. Kutya, hát mit csinálsz, csak tart ki. Nem mernek jönni a dombról, bazdnak. Ryan, Ryanik, honnan szereztek fegyvert? Elektróból. Ők voltak elektróba? Aha. Az érdekes. Egyszer írtam Ryannek, hogy eltévedtél, vagy valami ilyesmi. Mondom, a bulls Csernóba van. Aztán meg valamit kérdezett, azt kérdeztem tőle, hogy mi van, lemerült a GPS? Na, mert én mióta meghaltam és figyelem őket, folyamatosan kérdeznek a városon. Láttam, hogy autómat a fegyvereiknak. Arra gondoltam, Doki, hogy megtaláltak egy ládát. A ládát le tudod rakni ilyen 1 perc, 5 perc, 10, 15, 20, ja nem 20, nem. Várjál, 10 a legnagyobb, 10 perc, meg no timerre. A no timerre eltűnik, a 10 percet azt tartja, csak hát ugye most itt 2 óra hosszan keresztül mindig visszamenni, aztán lerakni a ládát, ez kicsit húkos. Az első jó 40 percben próbáltam olyan sűrűséggel járkálni a ládák közt, hogy nézzem, mi van. Aztán a lag miatt a végén már le se bírtam rakni, úgyhogy rá is hagytam a picsába. Aki talált addig fegyvert, az úgy is használj. Ja. De nem is tudom, azt hiszem. Hú, kis szolos fegyvény volt ott a dombaljába. PKP. Leszette a izét. Igen, neki volt talán. TPS-t, akkor visszament a 115-ösért, akkor aztán megint visszament egy másik fegyverért. Nem vágom. Hát te nem tud dönteni, hogy melyik lenne neki a jobb. Ryanék tudják, hogy hol a célterület? Tudja. Tudniuk mert kell. Fele néznek, csak mondjuk a várost annyira nem közelítik meg. Nem, itt a fák között lapulnak, és néznek a város felé. Mind a ketten egy picit egymástól távolabb, de... Kutyának begörcsöl az ujja. Amikor lőni kéne, meg nem tud.
Remélem, hogy nagyon észnél lesz. Hát én is. Lehet jobban járna, lehasalna. De az meg ugyanúgy nem mozog senki, kutya benn van. Nem mozognak, hét nézni. Kutya mozdult rá, meg azok, amik meghaltak. Amikor beírtad, kutya rögtön bement. És azóta tartja ott a frontot. Jó, hát akkor eddig de mondjuk jön. Kutya egyébként sem volt messze. Tehát a másik kávézónál volt már. A fogykos eléri a izét. A kórházat. Aztán szerintem, ha belemozdul arra, akkor kiugrasztja őket. Tehát majd látjuk. Na most úgy néz ki, hogy időben el fogja érni a kórházat. Talán még az épületet is. Ja, jó a törött lábú? Ránézek már. És még ki kellene? Hát ők öten. Ryan, Don. Raúcs, kutya meg fogykos. Igen. Roach az a hotelba kentel, nem? Aha. Akkor az sem mozdult valami sokat. Nem sokat mozdult. Ez az utoljáról csinálok szerintem videót, meg ne legyen aztán vita tárgy. Miről? Hát, hogy ki a győztes. Jó, akkor. Majd valahogy meg kell határozni, ki az úgynevezett második. Hát, gondolom a lépőt való távolság. Igen. Mindjárt a kórháznál van. Mi van a másodikkal? Akkor szépen végignézzük. Az is kap ajándékot. Tehát kutya van eddig a legelső pozícióban, bent az épületben. Komolyan mondom, úgy örülnék neki, hogyha nyerde. Rócs a második. Igen. Rócs a második. Én is van, közülünk csak kutya van üredben. Igen. És mit kap a második? Neki szántad a Mária Valagrend két csimbókos változatát? Aha. Pontosan. Kocskos elérte a kórházat, szerintem mindjárt gyógyítja magát. Ezek szerint nem nézted meg a videómat, Janusz, mert abban benne volt. Nem igazán. Ki nézi a te videóidat, Doki? Hát én szoktam, az... mert én dislike-olni. Ugye Moldi feljár dislike-olni. De csak azért, hogy tudjad, hogy mire nyomsz, hogy szar volt. Na, adja be már magának a morfint. Hopp, Don elindult lefelé. Alakulnak az események. Oké, most már fogykos is tud mozogni rendesen. Jaja. Fogykos földoldítata magát. Így nézem. És pont Ryanék felé néz. Ryan még mindig húsz. Szerintem nincs előttük a lába. Az eső miatt nem lehet igazából látni. Don elég határozottan halad befelé. A francba mindent megnyomok, csak aztán amit kéne. Ja, én is. Laggol kicsit. Na innentől mapon nézzük. Tehát itt van, wow. Nagyon laggol. A benzinkútnál van. Igen, látom. Nézzétek a mapot. Szerintem mindenki látva. Ryan is közeledik, úgy látom. Fogykos megy kutyához. Folyamatosan fut. Most nekem megállt minden. Fogykos most ér ide az épülethez. Na jó. Most kell kutyának nagyon észre lenni. Hátul jön be. Kutya áthelyez. Nem tudom, most fogom nézni kutyát mindjárt. Jaj, bemennek a zombik. Vagy? Ja, csak átmennek a háza. Igen, de kutya pozíciót váltott. Itt áll vele szemben a spíben. Hoppa! Kutya, ne!
mi? Hát nem mit tudom, kutya kapott egy sorozatot a fejébe és nem történik semmi. Lag lesz ez, megint kapott egyet. Kutya szerintem azt sem lát, hogy mi van. Basszat. Igen. Signature check timed out. Jön Roach közben. Na hát, ennyit szegény kutyáról. Kurva életbe. Hát jó vagy. De miért váltott pozíció? Az minden, lehet, hogy az eső baszott be neki, nem bírta a gépe. Az lehet. Roach, honnan jön Roach? Ja, de látom, igen. Ajaj. Csávódban megszerített a zombi. Igen. De már ki lesz, aki menne. Milyen lag volt. Ja. Hogy most kilőtték? Nem. Nem, még bent kell lennie. Ű, milyen lag van. Él, alul van. Ben van Rózs is. Tudom, az fönn van. Basztus, összeszarta magát az Arma 2-n.